jelent, hogy mi út van körbe. Ennyi. Úgyhogy voltak ki, Horváth vagy Rally. Bementek egy jó boltba, olyan kocsából, volt, millió meg egy volt. Na. Ez millió meg egy fajta. Nem ugrott meg azért, hogy honnan is van ő. És nekünk csinálják egy 10 cm az a boltba. Tehát ha beugrott, hogy neked most mindjárt van ilyen. Igen. Kacsa. Még ott láttunk a tengerparton. Azok mondjuk libák voltak ilyen nagyon kihúzott állással. Azok is nagyon jól néztek ki, de Adrián azt mondta, nem kell patrac. Kimozogják állandóan, hogy sajnos hát ez nem az. Na igen, csak gyárt még valaki alumínium vázat. Mondom, gyárt még valaki alumínium vázat? Sokan gyártanak. Meg gyártanak? Akkor jó. Azt kell venni. Elővesztem a 2013-as, 26-os rekkemet. De a mai napig semmi baj nincs. Háromszor 10 sebesség. Megy mindenhol.
tovább romlik az útminőség. Hozták a múzeumból. Erőm is kigyulladt az este. Most olvastam reggel. Ja, komolyan kigyulladt? Valahol keresnünk kell egy bal kanyart. Ez megteszi. Végre jön egy kis mászás.
Itt az úton se látni, hogy emelkedik, de a kerítés. Thank you.
Ja, ott voltak bent valami fura házikók. Mondom, ott voltak bent valami fura házikók. Palinak mondani kéne, hogy ide is jöhet kerítést felújítani. Lehet, hogy átvisz Oroszi felé. Vagy ha Oroszitól jöttünk volna, akkor itt jövünk be. A Sztraván a világos hegyet sem találtam meg. Nem tudom, hogy ott más néven fut-e. Garminnek van. Itt van a tövezében, szólt benne. Jó. Sőt, a turista utat van, hú, ebből se találtam meg. Igen. Pedig azt mondja, az utolsó ilyen kapucsban van jelölve, a kodászves. Aha. Ez az elnöz is. Nem volt meg. Hát mert világosnak, meg nagy, nagy kopasznak hívják, de... Itt már kellemesebb az idő. Októberben még keressük az árnyékot. Jaj, jaj, de elsőn rövidőtában voltam Greenland. Gondolkodtam most is rajta, de mondom, hogy hideg van, amikor elindulunk. Talunk a múltkoriból. Én sem mertem bevállalni, hogy akármi, úgyhogy most túl vagyok öltözve. Jobbra megyünk. Jobbra föl. Innen már csak emelkedni fog. Még egy egész 5 kilométer. Na, lehet, hogy neki kellett volna vetkőzni. Helyes.
mindjárt megedzelek rendesen a mai nap, és akkor már csak 24%-kal leszel elmaradva. Most én is átlajtok, én elbájtapodni. Más micsodából látod a e-bike-ot már. Valami kutatás szerint 44 évnél öregszel sokat, ahol észreveszed nagyon, aztán meg ilyen 54-55-nél. Gondolom utána már úgy stagnál vagy lassabban épül le. Kultisztánk, hogy tud 2 perccel lassabbat lenni, mint mi? 65 évesen, bazd meg. Vagy a hajagos Pista bácsi. 10 perccel gyorsabbat menni, legalább. Úgy egész értelme bringázott. Ez azért nem releváns, szerintem. De nem volt semmit az érdeméből. Nem egy sportágat üzünk. Lesz itt ez a jó eskanyar. Ez sem lesz lejtő. És most az órádon bejelölted azért a helyet, hogy hova menjünk, vagy? Jó. Majd akkor később nézek egy térképet. Mert van egy rövidebb út. Csak az egy gyorsan megy. De a hosszabb út sem jobb. Megyünk? Ha. Megyünk még. Majd ha már bizonytalan leszek, akkor megállunk, megnézem. Na de itt lefelé milyen jó jönni. Nem is kapar el. Akkor itt repkőző szünet részemről. Még 5 percet bír. Szóval indítani. Na mindegy. Szóval ha e-bike-osokkal tekerünk, akkor valahogy mindig nagyobb teljesítményt szeretnék kihozni. És akkor nem, én. És akkor lenézek az órára, és akkor látom, hogy nagyobb teljesítményen vagyok. Az aszfalton úgy jöttünk, mint az állatban. Nagyon jót jöttünk. Én te mondom, rajtszám nélkül versenyen vagyunk, vagy mi a fasz? Az emelkedőket meg kellett küldeni.
köszönjük ettől a Racing Draft Kumita is. De még benne van defekváltó folyadék az is. És annak még gondolom nem járt le a szab ideje. Mert azért ez elég új. Nem én töltöttem bele, úgyhogy nem tudom. Hát jó van, de... Azt sem tudom, mi van benne. Ja. Lehet, hogy csak kondenzvíz. Pára kicsapódás. Nem értem, mit volt a srác, hogy vagy Stance van benne, vagy Joyce. Aha. Joyce. Az egy fos. Oh, bementem a fogósba. A gyurma. Akarunk fújtatni? Még jó, jó. Megnézem ezt az utat. Oh. Aztán mindjárt ott vagyunk. A hegytetőn. Ez lesz a mi útunk. Ja, tök hamar ide értünk. Azt írja, 25 perc múlva ott vagyunk. Hát... Focsival. Rézóverrel van. De akkor is egy erős több fajtával. Utána meg majd lesz egy ilyen fal. Igen. 300 méter fogok. 200 méter hosszú a... Aha, ravasz lesz. Erre én se készültem. Ez... Figyelj, Jani megy elől. Most volt ez az 50 méter. Mindegy, csak az út végén ne egy vadetető legyen. Én itt te sok fölgyárok, hogy a kurva anyját. Nem megyek egy kérdéket, vadetető. Igen, meg hova de fasz a lejtő megy, itt le kell menni. Meg milyen jó út, ó, nagyon jó. Visszatölj, mert nem annyira. Hát lágyunk valahol.
Ezért nincs erre Strava útvonal. De ki van takarítva? Hm? Ki van takarítva? Kékestető sípája. Áj! Olyan sárhegy. Sárhegy feelingje van. 18%-os. Közben neked még 1 kilométer hosszú. Hát figyelj, már itt vannak emberek. Itt vannak emberek. Ott balra. Na, te nem mondhatsz ilyet. Nem lesz
hiszem, szerintem 5%-nál meredek a helyre, nem rökkal nem menni. Van egy ilyen könnyebb ferdői túra. Nája! Semmi extra. De jó, hogy nem jött a parti. Ja, azt hittem, hogy megalázna. Miért mondaná, hogy ezt a tempót ő is tudja? Na, meglepítem az Ramondászámban. Na, hát akkor... Akkor itt a helye. De lehet, hogy tudnál. Az a keményebb? Nekem itt egyenesen is mutat egy utat. Ja, ahol nincs utat, ott is. Jó lesz nekünk ez a bal. Aha. Na hát ott nem tudom, érdekelnek-e a szintvonalak, hogy ott nem mennyit fogunk látni. Emelkedni. Nem akarom látni. Hát mondjuk ez a jobb is oda visz, csak ez szar. Jó. Bármire mehetünk. Ne se sok, hogy jártál. Az nincs csak semmi. Régi dózár jártál. Most már lesz költeni, mert már négyen itt. Nem menjek a kívül. Tudjátok, hova kell menni? Én nem tudom. Nem tudom, hogy menjünk. Meghátunk. Várjatok, ez már gyanús. Ez ennyire jó nem lehet. Jani! Várjál! Igen, ennek föl. Vester, úgy nézd ezt a térképet, hogy itt lesz kerékbetörés ezeken a farangokat. Nem már. Halál lesz. Estére be is temet az avar. Azaz. Éjszaka elhordanak a rókák, félig. Van a disznóké. Így van. Holnap meg bejelentjük a munkáját, de hogy eltűntél be az a kerékpározat közben. Ma nem jött, nem tudom mi. Nagyon lesz a lémegy. Ja. Hát pedig itt mindjárt emelkedni kell. Befordul a dombügy, amit nem látunk, és boh! Hát nem is néz ki olyan... De ez az, hogy az arra visz. Nekünk az kéne. Hát akkor nem, nincs mese, meg kell fordulni. Aztán arra? Jobbra föl? Egy. Három után... Zsiad. Jó, mert az a baj, ha meg a déli oldalon akarna fölvinni, ez az út, az nagyon meredek.
Úgyhogy akkor majd lehet... Járhatatlan. Ott meg egy kicsit toljuk. Mester, hol van a beígért könnyed trebbai túra? A könnyedről nem volt szó. De oda jutott, bazd meg. Ja, de lehet. Direkt lementettem, meg gyanítottam én, hogy ez lesz ebből. Meg kell fogok az Adriennek, hogy miért ültelek meg az erdőbe. Én meg akarsz ölni. Azt a 25%-ot vissza kell hozni. De nem ma. Karmi, hogy te hülye vagy? Soha nem tudtál ilyen fölmenni az Ajaj. Már hátizsák is van. Némi kötél. Hát remélem holttestet nem találunk. Idén már nem szervezek több ilyen túrát. Most kezdem megélni kudarcként. Kezdem kudarcként megélni. Legközelebb földerítem a terepet rendesen. Nem ilyen 3 év, 2 év emlékéből dolgozom. Igen. Egyszer mentünk fel, igen, akkor is itt toltuk. Nem. Kati Gáborra. Ez a bringázás, mondom. 1 kilométer.
Ez az éjszakai túra előtt volt, vagy után? Előtt jóval. Akkor ott még adott még egy esélyt neked. Az volt nála a harmadik. Igen? Gondolom. Az a baj, hogy pont az a kis alaplendület nincsen meg, amit ugye a motorod ad, és amiatt ugye föl tudsz vele menni. Igen. Ugye, amikor elakad egy kicsit valahol, akkor rátekersz ezt. Ebben azért. Amikor az már beszédes olők is leszállnak. Igen. Nem. Nem, lefelé biztosan lesz egy jobb út. Ott nem jövünk le a jól kijártról. Forduljon jobbra. 200 méter után jó lesz. Jó az irány. Mindjárt beleérünk egy másik ösvénybe. Nem, ezt a térkép mondja. Nem. Ja, azt még nem döntöttük el. Ezt a helyet. 76 méter. Most mentem be először, és utoljára is. Jó, éld át az élményt, ha nem jössz erre többet. Szerintem... Úgy gyönyörű a hely, csak sportolással akarta. Hol van a... Hol a pulzusod? Na, ugye, hogy alkalmas sportolásra? Ugye, 76 métert ír. Mondjuk az én térképem szerint az út egy kicsit odébb van, de ma mindegy.
Addig van az út, kanyarodik is bal. Itt megyünk majd bele. Ez a dozer út, amíg jöttünk, az nem lett volna. De az meg milyen sokat ment lefelé? Az gyanús volt? Nem, nem az. Vagy? Nem az szint, amíg a délet. Ja? Nem az a déli oldalt vitt volna föl. De föl vitt volna ugyanaz a? Igen. De az... Ott legfeljebb lejövünk. De az a... Innen már látni kéne az utat. Nem valószínűleg. Jöhetett volna velünk Tomi is, csak tudná tolni úgy, mint mi. Aha. Ja. Nagyon jó! Azt már valami.
200 méter után forduljon balra. Fordulj vissza, menj 400 méter tökény. Pista bácsi, nálad van útjelzés az órádon? Nem jó, azt nem szerettem. Az órá rajta van az út, csak az út nincs itt. Honnan közelítettétek meg, Gabi, előre vagy hátulról? Figyelj, a kerítésnek a túloldalán kell lennünk. Csak elmegyünk itt fölötte. Remélem nem megy át pásztúg az a kerítés. Hát, csak nem kéne. Itt felőtt elmegyünk, mert nem menjünk vissza le oda. Ki tudja lefelé, merre van a vég. Akkor hátulról mentetek fel a hegyre. Valahol itt a kerítésnek azon részén mentünk el, és úgy föl. Értem, de a talján arról van valószínűleg. Igen. De akkor innen mentetek föl. Valahonnan innen, ahol. Csak ott volt egy kitaposott út. Na, megnézzük itt a kerítés mellett mi van. Vagy. A kerítés mentén menjünk. Nagyon jó helyen vagyunk. Ott már jelzés is van, a három. De ne menjetek róla. Remélem. Mondtam én, hogy ismerem, mint a tenyeremet. Na. Adjunk a melónak. Toljuk föl. Terveim szerint csak innentől kellett volna tolni. Terveim szerint csak innentől kellett volna tolnunk a bicajt. De...
Kicsit javítok az útvonalon, elhozzuk ide a Ricsit is. Ó. Szúr, nyilal, állandóan fáj. Jó. Jó, akkor itt leparkolunk. Kis Tamási, ennél már csak jobb lehet. Most megjártuk a poklot. Ja, még nem, mert még ide... Még ide föl... Föl kell másznunk. Fali kiúlja a versenyeket, valami kiúlja ezeket a túrákat. Kétszer meg volt nyakam, vagy a tércalagom. Ajaj. És... Gábor, valaki megnézi a rajzot. Megnézem, na. Világos vár, hoppá! Vár. Ugye? Hát itt. Most, amit lerúgtál, utolsó követ, az volt az utolsó. Meg ott lakik a fán a részfaszú bagoly. Aha. Milyen volt? Hát, ja. Majd átküldöm Messengeren. Kész. Na. Gyere, mester, itt már elkezdték kiásni a helyedet. Folytatnunk kell egy kicsit. Merre akarsz nézni? Délnek a nap felé. Fejed erre legyen, mert akkor jobban süt a nap. Milyen erdei út van? Aha, néztem én is.
Hallod? Ez? Várjatok, ez jó lesz. Nagyon jó! Ciao. Nagyon jó fogok, hová mondom. Ja, amúgy igen. Sziasztok! Sziasztok! Ez egy 8 esküldés belefele. Hello. Sziasztok!
Ez egy nagyon jó lefelé volt, hát... Hol ki van most döngölve az út? Ja. Olyan toposok az. Mint az aszfalt. Lehet ez suvalni lefelé. Ő is lányult tárcsa. Jó sokan fel kell menni amúgy, a háromszögig. Soká. Majdnem a felénél. Fel... Sokat levált, lecsaptuk. Igen. Na meg is volt az jó ára. Jó sokan felértünk, mondjuk, mint hamarra. Csak ott tekerni tudtunk volna végig. Szerintem az a fele út volt. Ja. Én is mondom, hol a faszban van már a másik út, ahol hiányzik a fejedről egy csat. Egy csat? Mindegy, hagy hiányozzon. Fogd meg a hátsó tárcsádat. De így marokra. Aha. Egyéb az full. Szerintem olyan 8-es van benne, mint az állat. Úgy a lágyút. Múlt héten, úgyhogy most már csak súrolok. Jó van. Megvan égebb a betét. Lehet. Ez azért nem fog. Meg kell húzni sem egy kicsit. Gergőnek elmagyaráztam, hogy ha megyünk lefelé a rollerpályán, akkor váltogassa a fékeket, hogy kicsit első, kicsit hátsó, tatatata. De volt velünk az alföldi gyerek, az egy kicsit le volt maradva, annak nem mondtam el. Úgyhogy megérkezett Gergő, na mondom, fékek meg vannak még, azt mondom, egész jó, meg mi nem jöttünk eddig erre. Megjön a srác, volt olyan szag, még csak ilyen 3-5 méterre volt tőlem, már ott volt az ége. Hát azért a para lehet ilyen helyen lejönni. Ja, azt mondja... De Robi út kodához te Katit ott. Az igen. Tehát ingeválik a hülye. Azt a kurva. Olyat, aki az életben nem volt erdőn. Az a, hogy elveszed a kedvét tőle egy életben. Ja. Lehet, hogy ő is azt mondta, mi jöjjünk erre gyakrabban. Nem akarsz többet, nem hiszed, hogy vigyázz. Pedig az para tud lenni, pláne úgy egyik kanyar felé ott kicsit gyorsabban mész. Az... Hát meg csúszik az a szart. Ja. Én is volt, hogy majdnem taknyoltam. Egyszer le is kaptam mellé. Húrva anyját. Alig bírtam összeszedni. Úgy én is voltam. Húrva anyját, de nem estem el. Hú, mondom, bazd meg. Feltévesztettem az egyik kanyart. Másik már. Fölmentem újra a pályára, és a másik oldalt is lementem. Mondom, jó van. Meg már a fák sok helyen ki vannak kizélve, jövve. Most felújították. De a felső rész nincs felújítva. Hát az még nincsen. Jó, mondjuk az alsót is megújítottak, mit tudom, 15 méter. És akkor pont vége a felújításnak, és akkor onnan hiányzik már 3. Elég ott, mondjuk első abból, felbassza, első kerék. Abból egyet Pali baszott föl, egyet én. Hátsó, oda is bassz. Nekem múltkor Sáston az úzolékos úton mentem. A tó mellett. Két kis híd van. Hajtottam egyik, ezt felbassza, azt már meg is kapkod alját a bringának. Pedig neki sok egy léc. Ja. Na, csorogjunk. Azt lejöttek volna, akik te találkozz fönket. Ja. Mindegy, a szilveszteri túrát nem ide tervezzük. Ja.
megyek el. Ja, jó van, várja, a beszántott földúttal nem számoltam. Ja, hát halászra haza tudsz menni. Aha. Az a felénk van nálunk. Igen, igen. Itt a Pata karján viszonylatban népszerű ez a világos hegy. Vagy keresztül megyünk Tarjánon. Menjünk akkor erre. Nehogy bent a faluba tévedjünk el. De ott utána föl kell menni a végén a topó. Ja, igen. Lesz még emelkedő. Itt ide kerékpáros jövő, mint mi. Hello. Portoló volt. Portoló volt, mert rövid vagy a póló. Lehet bőven nyíl, meg kiláló. Lehet. Jó, hogy nincs itt Pali. Most biztos bekínálna. Megkérdezném, megyünk akkor? Vagy mi lesz? Ja. Milyen meleg a szél. Szerda, tüdőnap.
Ezt az órád mondja, vagy tüdőnap? Na. Ne. Nem mondom, hogy nem fáradtam el. Én sem mondom. Szintetben mennyire hazaérünk, de hozzánk az kevés. Kevés kilométeren. Azt akartam mondani, hogy 30 kilométernél járok. Hozzánk akkor az maga koszkolás. Nagyjából. Hát ha úgy veszük, igen. De ha azt nézed, hogy Halásztól bejöttünk. Hát jó, igen, megyünk egyenesen. Olyan 13 kilométert szinte síkon. Hát nem 13-at nem, de 8, hát 6-8-at. Tegnap a háttérrel alig bírtam fel menni ott. De már meghozgatom azt is. Azzal, hogy bírtam fel menni. Különösen zöld bringa úton felszalaik által a Péterünk megdöbölni. Fölfelett. A mai naptól nem. Meglátod.
Egy 6-os vagy egy? 1-4. A Milk Hybrid. Ja. Mennyi van benne jó? 30 ezer. Nem. Milyen? Nekem jó. Nekem egy 6-os. Hét, hat, kettő. Az annyi, mint az egyet. Aha. Jó. Jól megy. Jó. Azt tetszik. Egy hatos is, ami úgy szomor el. Bölcsönösséget. Aha. Azt is itt visszavált, azt levallódott megint. Ha bringa versenyre is megyünk, akkor tudom, hogy bárhol meg tudunk vele állni, hogy nem számít az, hogy bemész egy rétre, vagy akármi, hogy nem húzod meg az alját.